Rajer Péterrel folytatjuk az izraeli válsággal, a Hamas és Izrael között most a közelmúltban kötött, és úgy tűnik, hogy működő tűzszünetről beszélgetünk, annak esélyéről, milyen hosszú távú, mennyire megnyugtató lehet ez a megoldás. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Az amerikai külügyminiszter a térségbe utazott, azért mondom, hogy a térségben, mert nem csak Izraelbe, hanem az egész térséget bejárta. Mi ennek a valódi üzenete? Ez egy ilyen névleges látogatás, vagy ilyenkor valódi, hogy is mondjam, egyesség, szövetség köthető? Én visszaugranák mindenek előtt a Kályhához. Semmiféle tűzszüneti megállapodás nincs. Az izraeliek az amerikaiakkal tárgyaltak, addig, ameddig a Hamas az egyiptomiakkal. Írott tűzszüneti megállapodás nincs. A határokat kinyitották, a segélyszállítmányokat átengedik. Ez a külpolitikai része, a belpolitika az, hogy Isten segítségével talán létrejön a kormány. Az egyik oldalnak esélye van arra, ezelőtt 5 perces hírek szerint, hogy meg lesz a kellő többsége, tehát a Jair Lapid, aki már többször járt ebben a stúdióban is, meg tudja alakítani Izrael új kormányát. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell elismerni a mostani miniszterelnöknek a teljesítményt, mert egy igazi hazafi, egy nagyon jó katona, de az idők változnak. Akkor, amikor mi tűzszünetről beszélünk, akkor az Egyesült Nemzetek Emberjogi Bizottságánál elérték azt, ez is az éjszaka híre, mostani hír, igen, hogy Izraelt el akarják ítélni. Tehát akkor, amikor az ATV nézői és a hídgyülekezete pénzt gyűjt arra, hogy Izrael déli részén azoknak az embereknek, akiknek nincs légópincéje, legyen egy légószobája, addig az Egyesült Nemzetekben éppen Izraelt elítélni készülnek. Ugyanakkor ezekben a percekben kiirdetik, csak hogy lássák a kedves nézők, hogy milyen demokráciáról beszélünk. 20 éve elnöke van Szíriának, és teljesen ünnepelnek. Egy gyönyörű képet lehetett látni az éjszaka a hír televízió képernyőjén, ahol áll újságírók, áll operatőrök, a biztonsági szolgálat képviselői, fotózzák őt, hisz 20 év után megint 95%-kal őt választották meg, de nagyon érdekes, én már tegnap előtt láttam az Al Jazeera-ba a győzelmi plakátot. Tehát, borítékolható igen, volt, ezt szoktuk mondani. Na most, ez, miért mondtam mindezt igen. el? A Fatahnak van egy nagy kérdés, hogy melyik ujját szeresse Izrael, a Fatahot vagy a Hamaszt? Kiderült, hogy egyik sem jó. Egy autonómiában, ahol semmit nem tartanak be, ahol 15 éve már lejárt a miniszter, nem is értem, hogy lehet egy autonómiának miniszterelnöke, tehát Abbasnak már régen lejárt 15 esztendeje a megválasztásra, tehát nem egy legitimen megválasztott ember. Ilyen emberekkel tárgyalni nagyon nehéz, és akkor itt van Európa, és itt van Magyarország a kellős közepén. Nem tudom, hogy ebbe a tévébe el szabad-e hadititkot árulni, de pár órán belül a magyar külügyminiszter is a térségbe érkezik, és ő is tárgyalni fog. Ugye tudjuk, hogy 3-an már Európából ott jártak. Az osztrák elnök, az osztrák kancellár kitűzte a nemzeti zászlót, és lásd csodát, a képernyőkön azt láttuk, hogy tüntetnek Izraelen, és nem fogja elhinni, vagy nem fogjátok elhinni, hogy a tüntetők azok a migránsok, akik Szíriából és a világ legkülönbözőbb részeiből eljöttek Európába a kolbászkerítést keresni. Nekik és most Izrael ellen tüntetnek. És most Európában. Izrael ellen tüntetnek, és elfelejtik azt, ami a legjobban zavart ez az Assad újraválasztásába. 500 000 halott, 3 millió menekült szerte a világban, és egy teljesen tönkretett ország. Ebben a stúdióban szó volt arról a napokban, hogy ez most egy háború volt, vagy mi volt. Háborút hadsereg és hadsereg tud egymás ellen vívni, de nagyon érdekes, mert a Hamas egy hibrid háborút folytatott, hisz mögötte van a Hizballah, akinek az elnöke tegnap beszélt, de már nem tud összefüggően beszélni, rossz állapotban van, ami nagyon fontos a közel-keleti politikában, mind a szovjetológiában annak idején, hogy ki éppen hogy van. Nincs kivel tárgyalni, mindenki csak újabb fegyvereket akar bevinni, és azoknak a nézőknek, akik azt hiszik, hogy egyszerű kézigránátokat dobálnak Izraelre, nem. Itt van az irán-amerikai megállapodás, ezek a rakéták Made in Irán, akik a Hizballán keresztül és Szírián keresztül érkeznek a közel-keletre, és egy utolsó nagyon fontos nekünk, mind a média szereplőinek,
Az egész világ most Izraelt hibáztatja, hogy egy épületet, ahol az Al Jazeera és a televíziónak az épülete, bent a lakott terület így közepén. Van. Hát először is kopogtató pedig... bombák érkeztek, kopogtató bomba, aki SMS-t küldenek, és ami jelzi, hangot csinál, hogy egy órán belül bombázás lesz, tehát emberéletbe ott nem esett kár. Viszont ebből az épületből 25 kiövő állomás volt. Ilyen olyan emberekkel, akik bölcsödékből és kórházakból ba szerelik föl a kilövő állomásokat, kicsit nehéz békéről beszélni. Bajor Péter, köszönjük szépen a friss híreket, mindenképpen gazdagabbak lettünk ezzel, és a magyar külügyminiszter látogatásról pedig persze igyekszünk maga számolni. Köszönjük ezt. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a lehetőséget.